Két cégvezető távozik a pécsi önkormányzattól, ez váltotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben kedden. De míg a Tükebusz vezérigazgatói posztjára pályázatot ír ki a városvezetői baloldal, a ZSÖK, vagyis az önkormányzat kulturális holdingjának élére kinevezéssel kerülne új ember. Ezt kifogásolták jobb oldalon a képviselők. A szakmai indokokat sem hallottunk, nagy valószínűséggel itt szokásos múltja áll a háttérben. Az mindenképpen megfontolandó, hogy alig két év alatt az összes nagy cégnek a vezetője, akit a baloldali városvezetés nevezett ki, mind elhagyták a pályát, mint ahogy a hivatalból is most már több osztályvezető, az a kérdés, hogy ki lesz a következő. Nagy feszültség van a városvezetői oldalon, ezt látja kívülről egy másik képviselő. Péterfi polgármester úr nem tartja fontosnak, hogy a város legnagyobb, több milliárdos kulturális holdingjának a vezetői kinevezésére pályázatot írjon ki, addig a Tükebusz, aki szintén egy hatalmas feladattal, ott pályázatot ír ki. Viszont nem hallgatja meg az erre felkért grémiumokat, például a művészeti tanácsot, semmibe veszi az ellenzéki képviselők hozzászólásait, javaslatait, módosítóit. Egy személyben ő dönt mindenről, ez csak egy látszat politizálás, látszat demokrácia. A képviselő szerint semmit nem úgy tesz a polgármester, ahogy vállalta. Erre jó példa a két cégvezető körüli cirkusz is. Ráadásul a volt alpolgármester Bognár Szilvia is szakmai kritikával élt, amire személyeskedő választ kapott a polgármestertől, mondja a politikus.